Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem volt. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. God himself was their father. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Keresztelő János bizonyságtétele. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus? Sem Illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. I'm not good enough, even to untie his sandals.
Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Jézus első követői. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt. Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia. Téged Kéfásnak fognak hívni. Ami azt jelenti, kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem. Fülöp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak. Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik.
Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt. Jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla. Íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle. Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá. Mester, te vagy az Isten fia. Te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette. Bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta. Vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színűtig. Aztán így szólt hozzájuk. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában,
így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. Templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltó pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta. Vigyétek ezeket innen! Ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává! Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle. Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.